Bízom abban, hogy az általam bemutatott geometriai módszerek és elméletek hozzájárulnak ahhoz, hogy a későbbi kutatások egyszerűbbek legyenek. Írta a Baricentrikus Számítás című könyvének bevezetőjében August Ferdinand Möbius, német matematikus és csillagász, aki november 17-én született. Bár a házi tanítója nem csak a matematika tanulására akarta rávenni, a középiskolai matematika tanárának hatására Möbius úgy döntött, matematikával fog foglalkozni. Igaz, fél évig a Lipcsei Egyetemen jogot hallgatott, utána viszont már matematikát, fizikát és csillagászatot tanult. Tanárként helyezkedett el, mellette folytatta felsőbb matematikai tanulmányait. Később egy csillagvizsgáló igazgatója, majd a Lipcsei és a Jénai Egyetem matematika professzora lett. Definiálta a Möbius-féle számelméleti függvényt, amelyet a kombinatorikában is használnak. Möbius leginkább geometriával, projektív geometriával foglalkozott. Bevezette a homogén koordinátákat, osztályozta felületeket és görbéket. Nevét őrzi a Möbius-szalag, egy kétdimenziós felület, amelynek csak egyetlen oldala, és egyetlen éle van.